Rendben, akkor elérkeztünk ahhoz a részhez, hogy 43 legendári kulcsot fogok most kinyitni. Sziasztok, én Harka vagyok, és nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Amint láthatjátok, itt vagyok Fire MC Kid PvP-n a Season 15-ben, ahol egy hatalmas nagy ládanyitás fog most megtörténni. 2 stack bányakulcs, 22 rare kulcs, 20 epic kulcs, és 38 legendári kulcsot fogunk kinyitni. Úgyhogy szerintem kezdjük is el. Még mielőtt elkezdeném, fontos megemlítenem, hogy ebből természetesen lesz nagyon-nagyon sok minden kisorsolva, és meg szeretném köszönni Milánnak, hogy segített nekem ezeket a kulcsokat összeszedni, úgyhogy ő is rengeteget segített neki, úgyhogy köszönöm. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Kezdjük természetesen akkor először a bányakulcsokkal. Az első stack el is fogyott, és egyébként majdnem teljesen megtelt az inventorim, úgyhogy akkor jött a második. Az utolsó bányaládákat nyitom egyébként most, és megint megtelt az inventorim. Csodás, akkor igazából teszek le belőle. Ugye? Jaj, ezeket nem. Így teszek le belőle, és akkor igazából ezt a hetet még kinyitom. És készen is van. Úgyhogy igazából akkor megint kiürítem az inventorimat, és akkor jöhetnek a rare ládák. És egyébként átcraftoltam az összes töredéket kulcsá, szóval még így van 5 darab bányakulcs, meg egyébként még volt plusz legendári kulcs is, szóval tök jó. Úgyhogy akkor az utolsó 5 bányaládát kinyitom. Csizma, hatékonyság 5, rare töredék, bányacsákány és maragblokk. Rendben, akkor igazából ezt leteszem ide, és akkor jöhetnek a rare kulcsok. Hát igazából ebből van egy fél stack, szóval szerintem akkor kezdjünk neki Takony 10 társaságában. We'll be right back.
Rendben, akkor igazából le is ment ez a fejeztek. Hát szerintem úgy viszonylag jó cuccokat kaptam. Hát van egy jó pár pénzes zsák, airdrop indító is van. Majdnem mondtam, hogy van egy legendári kulcs. Szóval igazából tök jók, meg ugye van megint tök sok töredék. Szóval igazából szerintem ezeket a töredéköket átváltam, és akkor még ugye tudunk belőle elnyitni. Szóval még kettő rare kulcsot tudtam csinálni, szóval megnézzük, hogy mit kapunk. Jó. Ja igen, csak 5000 dollárt ugye meg is kaptam. Rendben. Akkor igazából ezt leteszem ide, és akkor szerintem igazából jöhetnek az epic kulcsok. Hoppa, egy legendári kulcs. OP alma. Szalágerszeg. Harvard ki is találta. Regeneráció. Inkább ezt ide teszem így hátra. Ha kapok valamit, akkor azt el ne használjam. Véletlenül. Rendben. Hát, amúgy egyébként ezek is tök jó dolgok. Erő 3. 48 OP alma. Tök jó cuccok. Meg ugye regeneráció 5. Tehát, igazából tudtam még egy epic kulcsot csinálni, szóval nézzük. Erő 3. Jó. Akkor ezt is leteszem ide a Ender Chest-embe. Rendben, akkor elérkeztünk ahhoz a részhez, hogy 43 legendári kulcsot fogok most kinyitni. Hát, szurkoljatok igazából, hogy jó cuccokat kapjak, mert igazából így is ti fogjátok megkapni. Úgyhogy, skacok! Azt mondom, hogy akkor kezdjük el. Nekem amúgy úgy néz ki, mintha shiftelnél. Legacsáki, az nagyon jó. Pénzes zsák. Megint pénzes zsák. Erő 3, 2. Nagyon jó. Töredék. Gyorsaság 4. Airdrop indító. Pénzes zsák. Közben mennyi van? Mennyi van? Még nem soká. Hát most már 20 van még. Na, az, ez tök jó. Airdrop indítok, közben megnézem, mennyi cucc van nálam, jó? Aranyalma. Lega kulcs, még 2. Töredék. Alma. Pénzes zsák. Pénzes zsák. Töredék. Pénzes zsák. Ender pearl. Pénz. Pénzes zsák. Aranyalma. Pénz. OP alma. Töredék. Töredék. Ender pearl. Pénzes zsák. Pénz. És ennyi. Na. Múgy tök jó, és egyébként itt elég sokan lettünk így itt hirtelen. Hát ez nagyon jó. Igazából. Nagyon jó kis loot. Úgy van egyébként, hogy még bányáztam annyit, hogy 6 darab legendari kulcs még így összegyűlt. Szóval szerintem akkor igazából nyissuk is ki. Legendári töredék. Megint. Aranyalma. Megint töredék. Megint töredék. Pénzes zsák. És ennyi. Ez egyébként valószínűleg már az utolsó láda lesz. Hát igaz, hogy már volt sok utolsó, de ez most tényleg majdnem biztos, hogy az utolsó lesz. Nézzük, hogy akkor az utolsó lega ládából mit fogok kapni. Két lega kulcsot. Na jó van, skacok, akkor ez nem az utolsó. Szóval akkor még jön az utolsó kettő. Lega card, igen. És most akkor ténylegesen az utolsó. 4 darab legendári töredék. Így még
tudunk igazából még egy utolsót nyitni. Skacok, érkezik ebben a mai videóban az utolsó legaláda. Hát ebből már valami nagyon jónak kéne jönnie, hogyha már ennyi utolsó volt, nem? Figyelj! 3, 2, 1. Legendary E. Hát az 10K-t ér. Egy pénzes zsák többet ad. Tehát végeztünk a láda nyitással, és amint a videó elején is említettem, lesz 4 szerencsés nyertes, aki ezeket, amiket most kinyitottunk, meg fogja nyerni. Egyébként, amint az előző ilyen videóban is volt, itt vannak egyébként, amiket meg lehet nyerni. Itt van az első sor, amit láthatjátok, 24 OP, késztek aranyalma, egy legendari lábszárvédő, Impsi, regeneráció 5, gyorsaság 4, legendari kard és egy rare csákány. Ez itt az első sor, mutatom a másodikat. Harmadik. És az ember egy ilyen sort nyerhet meg. Viszont nem véletlenül mondtam azt, hogy 4 nyertes lesz. Ugyanis, mutatom nektek, hogy a 4. nyertes az meg fogja nyerni itt ennek az Ender Chestnek a tartalmát. Hát egy jó pár stack Ender Pearl plusz egy Epic Card, pontosabban plusz 2 Epic Card és egy Rare Card. Szóval 4 nyertes lesz. És akkor egyébként én szeretném nektek elmondani a feltételeket. Azt kell tenni ahhoz, hogy tudjatok jelentkezni erre a nyeremény játékra, hogy feliratkoztok a csatornára, kell erre a videóra egy lájkot nyomni, és a kommentekbe le kell írni a játékos neveteket. És ez a sorsolás jövő hét szerdáig fog megtörténni. A leírásban található linken becsatlakozhatok a The Strong nevű Discord szerverünkbe, ahol egyébként a bejelentéseknél, híreknél lesz egy kis videó, amire ha rákattintotok és megnézitek, akkor abból a kis videóban kiderül, hogy ki az, aki megnyerte ezt a sorsolást. Szóval igazából jövő hét szerdán fog ez megtörténni, azaz december 14-én. Úgyhogy mindenkinek sok-sok sikert, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Én Horkon voltam, köszönöm szépen a figyelmet, köszi Milánnak a segített, sziasztok!